a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban egy olyan mozgásszervi betegségről beszélgetünk, amely napjainkban sajnos egyre több ember mindennapjait nehezíti. De megvizsgáljuk azt is, hogy vajon miért működik kevesebb, mint 5 évig a romániai cégek többsége. Szó lesz emellett a gyógynövényekről is, jövőbe épített MOL című rovatunkban pedig épített örökségünk egy újabb helyszínét mutatjuk be. Változatos témákkal készültünk, tartsanak velünk! A pockopás, az ízületi gyulladás egyik formája, az ízületekben kialakuló mozgásszervi betegség. Napjainkban sajnos sokak életét nehezíti. Nem csak az időseknél, hanem akár a fiatal felnőtteknél is megjelenhet. Hogy pontosan mikor beszélhetünk a betegségről, mi okozza ezt, hogyan előzhető meg, és milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, arról hamarosan szakorvossal beszélgetünk. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Vendégünk a stúdióban dr. Zú Sándor, ortopéd sebész főorvos. Jó estét kívánok, köszöntöm a mozaikban. Estét kívánok, üdvözlöm a közös nézőket. Adott a kérdés, mi pontosan a porckopás, mikor beszélhetünk porckopásról, és mennyire gyakori? Tulajdonképpen a porckopás az a csontvégek porcborításának az elkopását, tönkremenetelét jelenti. Azt kell mondjam, hogy egy rendkívül gyakori megbetegedésről van szó, tulajdonképpen népbetegségről beszélünk. Ha csak arra gondolunk, hogy minden egyes családban van egy nagytata, nagymama, egy idősebb szülő, aki biztos, hogy valamilyen szinten szenved egy porckopásba, akár fiatalkorban is, porcsérülések után, egy valóban elmondható, hogy egyre fiatalabb korban is porc problémákkal küzdködnek az emberek. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy gyakori, komoly betegségről van szó. Mégis melyek az okok? Nagyjából két nagy csoportra osztható a kiváltó ok. Az esetek túlnyomó többségében, amikor is egy primér artrózisról beszélünk, egész egyszerűen az idő során a korral elhasználódik, elkopik ez a porc. És vannak olyan esetek, amikor van egy kiváltó betegség a háttérben. Legyen ez mondjuk csípő esetében egy veleszületett csípőficzom, csípődiszplázia, legyen ez bármilyen más sérülés, ami kiválthatja ennek a porcnak a kopását vagy tönkremenetelét. Tehát nagyjából ez a két leggyakoribb ok, ami kiváltja a porc problémát. Melyek az enyhébb, illetve a súlyosabb tünetek, és melyek a leggyakoribbak? Hát általában ezek a porc problémák vagy porckopások egy nagyobb megerőltetés után, vagy egy sporttevékenység utáni fájdalommal kezdődik. Nagyon gyakran a betegek azt érzik, hogy nehezebb a végtag, nehezebb a lába, nem tudja behajlítani mondjuk a térdét úgy, mint azelőtt. Azt érzi, hogy meg van duzzadva, lehet, hogy észre is veszi a beteg, hogy dagadtabb, főleg, hogyha mondjuk összehasonlítja egy másik oldali végtagjához, vagy térdéhez képest. Gyakran a mindennapi tevékenységében is hátráltatja a beteget. Nagyjából ezek a leggyakoribb okok, de mindenféleképpen elsőként a fájdalmat emelném ki. Hogyan állítják fel a diagnózist? Milyen vizsgálatok szükségeltetnek itt? Ugye elsősorban egy anamnézis, ami azt jelenti, hogy elbeszélgetünk a beteggel, elmondja a panaszait, hogy kezdődött, mik a főbb panaszai. Későbbiekben elvégzünk egy röntgenfelvételt, ami általában ki tudja mutatni a ízületi kopást, főleg, hogyha nem egy kezdeti kopásról van szó. Hogyha csak egy kezdeti porckopás, ami tulajdonképpen orvosi nyelven ez kondropátiának mondjuk, amikor maga a porc szenved, még nem kopott le, de már puhább, már berepedések vannak rajta, olyan, mintha egy jégfelület megrepett volna, ennek még radiológiai tünetei nincsenek. Ebben az esetben valamilyen más képalkotó eljáráshoz tudunk folyamodni, amelyek tulajdonképpen ki tudják mutatni, hogy az illető ízület szenved, vagy már egy előre haladottabb artrózisról, kopásról van szó. Mi történik ezután? Beszéljünk a kezelés különböző formáiról, módozatairól. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye
sajnos igaz a porckopásra, hogy amikor már egy előrehaladott artrózis és kopás van, ebben az esetben nagyon nehéz a kezelés, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy orvosként, hogy meg van kötve a kezünk. Ha egy kezdeti kopásról van szó, ebben az esetben rendkívül fontos, például, hogyha egy túlsúlyos egyénről van szó, akkor mindenféleképpen törekedni kell arra, hogy leadni azokat a kilókat. Ebben az esetben még szóba jöhetnek a porcerősítő, porcpótló kezelések, azonban, hogyha már egy előrehaladottabb kopás van, vagy nehogy Isten, már teljesen tönkrement az illető ízfelszín, az illető ízület, ebben az esetben ezektől a kezelésektől nem tudunk csodát várni. Akkor valóban, mint utolsó megoldás marad a csípőízület, vagy térdízület, vagy válízület. Tulajdonképpen ma már mindenféle ízületet tudunk pótolni, tehát ezeknek a protéziseknek a beültetése. Ezzel tudunk segíteni a betegeknek. Azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon látványos és nagyon hatékony, és valóban egy olyan megoldás, amivel nagyon sokat tudunk segíteni a betegek életén. A műtét során még mi történhet? Igaz, van a protézis beültetése, de úgy tudom, hogy könnyebb eseteknél esetleg másféle műtétek is szóba jöhetnek. Igen, hát hogyha mondjuk egy fiatal beteg esetében beszélünk porsz problémáról, általában a kiváltó okot próbáljuk megoldani, például egy meniszkus sérülés, például egy keresztalag sérülés, ezeket tudjuk sebészileg orvosolni. Ebben az esetben megpróbálunk valamilyen olyan műtétet alkalmazni, amivel az illető porcot tudjuk pótolni. Fiatal esetében nagyjából erről van szó. Idősek esetében pedig maga a műtét a protézis beültetését jelenti. Ha szükség van a protézis beültetésére, akkor hogyan zajlik napjainkban egy-egy ilyen műtét? Úgy tudom, hogy az elmúlt évek során nagyon nagy volt a fejlődés ezen a területen is. Igen, maga a műtéti eljárás az már egy régi műtéti eljárás, régóta ismert. Azonban valóban ezen a téren is maga az anyag használat, a kopó felületek, amiket használunk, nagy mértékben fejlődtek. Azt kell, hogy mondjam, például egy csípőízületi protézis esetében már a protézisnek a túlélése nagyjából egy ilyen 20-25 év körül van, ami egy ízület esetében elég jó időt jelent. Tehát műtéti technika az nagyon mostanában már nem fejlődött, de az anyaghasználat igen. Azt kell tudják a kedves nézők, hogy rendkívül nagy műtétről van szó. Tehát szervezet számára is nagy műtét, úgyhogy erre rá kell készülni, más egészségügyi problémákat orvosolni kell időbe, és utána lehet egy ilyen műtétet elvégezni. Műtét után mennyi ideig tart a beteg felépülése? Hogyha a protézis beültetésről beszélünk, ma már törekszünk arra, hogy akár 24 órán belül a beteget lábra állítjuk. Tehát ha ma megvolt a műtét, holnap reggel a beteg lábra áll, ki tud menni a mosdóba, tehát minél kevesebbet próbáljuk ágyban fektetni. Tehát nem kell attól tartani, hogy napokat, heteket ágyban kell maradni. Erről ma már nincsen szó. Abban az esetben, hogyha ez egy porcpótló műtétet végzünk, például egy fiatal egyén esetében, ott azért az benne van a pakliból, hogy akár több hetet nem szabad rájön a beteg. Természetesen mankóval tud járni, de nem tudja terhelni a végtagot. Protézisek esetében azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit talán könnyebb a rekuperáció. Mi kell még ahhoz, hogy a beteg teljes mértékben felépüljön a műtét után? Legfontosabb egy nagyon jól elvégzett rekuperáció. Tehát artrózis vagy porckopás esetében még fokozódik a tünet együttes az izmoknak az atrófiájával. Tulajdonképpen műtét után ezeket rekuperálni kell, meg kell erősíteni azért, hogy egy normális mozgás alakuljon ki újra, és a betegnek eltűnjön a kacsázó mozgása, vagy a sántító járása. Tehát ez nem csak a műtéttől függ, hanem attól is, hogy a későbbiekben az izmok hogyan erősödnek meg. Ezért szoktuk visszahívni a betegeket 3 hónapra és 6 hónapra évente, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, és hogyha esetleg szükséges, korrigálni tudjuk, hogy egy normális járás alakuljon ki műtét után. És végezetül gondolom egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyan előzhető meg a betegség kialakulása? Ez egy jó kérdés. Elsősorban fiataloknál mindenféleképpen vigyázni, ügyelni arra, hogy olyan sporttevékenységet végezni, ami mondjuk kevésbé terheli az ízületet, vagy hogyha
kialakult egy sportsérülés, azt komolyan kell venni, és időbe kell kezelni, legyen az meniszkusz, legyen az keresztalag. Rendkívül fontos a túlsúlynak a kérdése. Kerülni kell a túlsúlyt, tulajdonképpen nagyot tudunk segíteni, megelőzés szempontjából is, vagy hogyha már elindult egy ilyen folyamat, tulajdonképpen klinikailag sokkal jobban érzi magát a beteg, hogyha le tud adni ezekből a kilóból. Tehát ezek azok a legfontosabb és legegyszerűbb módok, amivel tudunk segíteni saját magunkon. Bízunk benne, hogy minél többen odafigyelnek majd a folytatásban, a jövőben is erre. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Jövőbe épített MOL című sorozatunk mai részében Torockó-Szentgyörgy a célállomásunk, ahol az előttünk álló időszakban nagyszabású felújítási munkálatok kezdődnek. Torockó-Szentgyörgyön vagyunk, a Torockó-Szentgyörgyi vár árnyékában mondhatnám, hiszen mögöttem éppen a 13. században épült Torockó-Szentgyörgyi vár ősi romja látható, és ezt a torockai nemesi család birtokolta évszázadokon keresztül. Dióhéjban a 13. században épült, ezt torockai Eherős vagy Illés Alvajda építette. Évszázadokon keresztül torockai nemesi család tulajdona volt, 1702-ben az osztrákok ez a kuruclabbanc időszakban feldúlták, hiszen akkor a nemesi családnak mindig volt egy-egy ága, amelyik a kurucokat tartott, olyan ága is volt, aki a labbancokat tartott, mert behodolt, de Torockai István, ő kurucvárti volt nagyon, és Rákóczi várti, úgyhogy akkor, amikor ő birtokolta a várat, akkor az osztrákok, igen, osztrák generális lerombolta. Ezután a családnak annyira le volt lombolva, hogy már nem volt lakható, és akkor a család a faluba költözött, ahol birtokai vannak, jelentős birtokai, és akkor épült aztán később 1836-ban a torockai kúria, torockai Rudnyánszki kúria jelenleg. Na, mi ezt a várat megpályáztuk az országjáró projekt keretén belül felújításra, és itt azért ugye el szeretném mondani, hogy ez a pályázat azért lett sikeres, mert nyilván segítségünk volt a minisztériumban, ott volt Hegerűs Csilla államtitkárasszony, aki azért segített abban, hogy ez a pályázat nyerő legyen. Hát 12 millió lejre rúg ez a pénzösszeg, amit lepályáztunk csak a várra. És a vár magában három objektumot foglal, az, hogy felújítjuk a várat, de ezt most nem képzeljük el, hogy nem tudom milyen átépítés és átszervezés lesz, hanem ugyanúgy megmarad rómformában, csak ott, ahol a fagy, meg az idő megette a várfalakat, ott meg lesz erősítve, ki lesznek cserélve a kövek. Ugyanakkor fenn biztonságosá tesszük a vár bejárását, tehát biztonsági korlátok lesznek, meg jelen pillanatban elég veszélyes ott járkálni, és bármikor történhet baleset. Illetve a donzsont, azt a négyszög alakú bástyát, ami elég jó állapotban megmaradt, azt csigalépsz és odalépítjük ki, és a tetejében pedig kilátó lesz minden irányban. Hát a kuriát 1836-ban építette Torockai Sándor, hát ugyancsak a torockai család birtoka volt, és később aztán a Rudnyánszki családé, hiszen ez a két család egyesült. Több rendeltetése is volt a világháborúk után. Itt például problémás gyerekeket is tartottak, egy ilyen elmegyógyintézetszerű rendeltetése is volt évtizedeken át. És akkor eléggé leépült. Jelen pillanatban ez a kuria a kolozsvári unitárius püspökség tulajdona. Úgyhogy a torockai önkormányzat úgy tudta ezt lepályázni és erre a pénzösszeget, hogy mi egy haszonélvezeti szerződést kötöttünk az unitárius püspökséggel, melynek értelmében ugye 2026 után, mert 26-ig meg kell legyen a munkálat legkésőbb, és 26 után még 10 évig, azaz 2036-ig mi fogjuk
adminisztrálni, mondjuk így a kuriát, és ide terveztük a vár turisztikai pontját, mert ez egy csodálatos épület, ha rendbe tesszük, akkor itt biztos lesz egy olyan irodaszerű helység, ahol turistákat fogadunk, ahol majd, ha kell, hűtőmágnestől kezdve szorolapig, írott anyagig a várról mindenféle információt kaphatunk. Úgy tervezzük, hogy a belépőt is a várhoz itt kéne megvásárolni. Maga nemesi család története egybe fonodik itt az egész szentgyörgyi lakosok történetével, hiszen egykoron a nemesi családnak a jobbágyai voltak ezek a lakosok, ugye, akik aztán később felszabadultak, de mindenki tudja, hogy itt évszázadokon át ez a nemesi család uralkodott. Romániában idén több mint 40 ezer vállalkozás jelentett csődöt az év első 4 hónapjában, ami az elmúlt 3 év negatív rekordjának számít. A legérintettebb ágazatok a kereskedelem és az építkezési szektor. Statisztikai adatok szerint a cégek többsége kevesebb, mint 5 évet működik, közel 5-öde pedig 2 évig sem bírja a piacon. Hogy mi lehet ennek az oka, melyek a vállalkozók által elkövetett leggyakoribb hibák, amelyek aztán csődeljáráshoz vezetnek, hogyan lehetne segíteni a gazdaság működésében rendkívül fontos szerepet kapó kis és közepes vállalatokat, arról már Fábián István közgazdásszal beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntelek a Mozaikban. Jó estét kívánok. Mindenek előtt azt lenne fontos tisztázni, hogy a gazdasági élet szereplői közül hány százalékot tesznek ki a KKV-k, azaz a kis és közepes vállalatok? Hát a legnagyobb mértékben valóban a KKV szektorban tevékenykednek az alkalmazottak is, tehát a foglalkoztatottak 2/3-át a KKV szektor foglalkoztatja, és számszerűen EU-s átlag szerint a vállalatok 99%-a a KKV szektorba kerül. Azért, hogy pontosítsuk egy kicsit, hogy mit is jelent ez a KKV szektor, ez ugye kis és középvállalkozásokat jelent, illetve ehhez megvannak bizonyos kritériumok szabva, hogy egy bizonyos árbevételnél, meg egy bizonyos mérlegfőszegnél kisebb kell legyen az érték a KKV, ahhoz, hogy KKV szektorba soroljuk ezeket a vállalatokat, és maximum 250 alkalmazottja lehet, az is már a középkategóriába kerül. És ezek mellett, ami nagyon érdekes az, hogy a KKV szektor annak ellenére, hogy 99%-át teszi ki a létező vállalatoknak, a gazdasági haszon, ami megtermelődik, annak ők csak 57%-át termelik meg. Tehát itt lehet egy kicsit érzékelni azt az ellensúlyt, hogy igazából sokan vannak, viszont a nagyvállalatok azok jóval nagyobbak, mert hogy ők jóval nagyobb gazdasági értéket tudnak teremteni. Mit mutat a tapasztalat? Miről szólnak az első évek a kis cégek életében? Hiszen ez az időszak nagyon fontos és nagyon nehéz is. Így van, tehát az első 2-3 év az mindenféleképpen kritikus, sőt, még bizonyos felmérések szerint az első 5 év is kritikus tud lenni. És hát ez az az időszak, amikor egy induló vállalkozás igazából keresi az útját, keresi igazából a tevékenységének a fókuszát, keresi azt a finom hangolási pontot, ahol ő tud működni a piacon, megerősíti és konszolidálja a jelenlétét, már amennyire egy kis vagy középvállalat tudja ezt erősíteni. És igazából ez az az időszak, amikor pénzügyi stabilitást próbálnak elérni ezek a vállalatok, ugyanis nem titok, hogy az első 5 évben nem közönséges, vagy nem ritka az, hogy igazából negatív profitot termeljen egy ilyen vállalat.
és ez valójában nem is jelenthet akkora gondot, tehát a köztudatban az van, hogy egy olyan vállalat, amely nem profitot termel, vagy negatív profitja van, az egy rossz vállalat. De ezekben az induló években inkább az a legfontosabb, hogy forgalmat tudjon generálni egy ilyen vállalat, tehát hogy legyen árbevétele, és igazából az legyen, ami hajtja a vállalatot. Azt, hogy a számviteli profitja ezekben az években negatív, az nem feltétlenül gond. Mit mutat a kis cégek életciklus görbéje? Hát valójában ez az első 3-5 év, ez mindenféleképpen annak az időszaka, hogy megtalálják a tevékenységüknek a fókuszát, és hogy a piacon ők próbáljanak minél több ügyfelet elérni, és az eladásaikat növelni, legyen itt szó termelővállalatról, vagy akár szolgáltatóvállalatról. Ez az időszak, ahol megpróbálnak minél több ügyfelet elérni, egészen addig, ameddig majd az életciklus görbe szerint elérik a felnőtt kort, vagy igazából azt a szintet, ahol már stabilan, olajozottan tudnak működni, és viszonylag stabilizálódik az árbevétele, és a költségeiket is már jobban tudják becsülni, már tapasztaltabbak ezek a vállalatok, vagy vállalkozók, mert hogy ugye sok esetben nem olyan vállalatokról beszélünk, ahol több alkalmazottat is foglalkoztatnak, hanem lehet szó egy egyéni vállalkozóról is, aki egyedül, vagy akár 2-3 személlyel folytatja a tevékenységét. Véleményed szerint minek lehet az a következménye, hogy a Romániában bejegyzett cégeknek közel az ötöde nem éri meg a második születésnapját, ha mondhatom ezt, egészen pontosan 18%-ról beszélünk, és egy elég friss adat, idén több mint 40 ezer vállalkozás szüntette be a tevékenységét az év első 4 hónapjában. Hát ennek egyértelmű oka nincs, tehát hogy ez több oknak az összessége, és igazából itt felsorolhatunk olyan jellegű dolgokat is, mint például a kedvezőtlen adókörnyezet abból a szempontból, hogy még hogyha nem is mondhatjuk azt, hogy feltétlenül magasak ezek az adók, mert hogy környező országokban van példa arra is, hogy magasabb legyen például az áfa kulcs vagy a nyereségadó, viszont nagyon bonyolult, és sokan vállalkozóként elvesznek a részletekben, a papírmunkában, és nem tudnak a tevékenységükre fókuszálni, holott ebben az időszakban pont, hogy erre kellene fókuszáljanak, hogy azt a tevékenységet ők minél jobban megalapozzák, és akkor ők az idejüknek nagy részét azzal töltik el, hogy ugye nem tudnak megengedni maguknak mondjuk egy adótanácsadót, és akkor mindenféle adott törvénykönyvet kell ők megismerjenek, utána nézzenek, befizetni különböző adókat, és hát ez is lehet egyfajta ok, ez a bürokrácia, ami Romániát jellemzi ebből a szempontból. A másik pedig az, hogy milyen a vállalkozói kultúra. Nagyon fontos kérdés, igen. Ugye ez a vállalkozói kultúra, ez arról is szól, hogy kit, milyen indok sarkalt arra, hogy akkor elinduljon ezen az úton, és vállalkozást indítson, és hát nem feltétlenül mindig az a vállalkozónak a célja, hogy akkor ő egy értékteremtő vállalatot működtessen, tehát van arra is példa, hogy mondjuk egy vállalkozó saját nevére vesz fel hitelt ahhoz, hogy utána a vállalkozásba tegye ezt a pénzt, és akkor úgy tudja működtetni. Ennek a szöges ellentéte pedig az, amikor elindítanak egy vállalkozást, és talán jól is megy, befut ez a vállalkozás, és akkor azt mondja a vállalkozó, hogy hát igazából neki nem az az érdeke, hogy a vállalkozás jól menjen, munkahelyet teremtsen, értéket teremtsen, hanem az, hogy ő jobb életszínvonalat tudjon magáévá, és akkor ez azt eredményezi, hogy minél több értéket, minél több pénzt ő kivesz a vállalatból. És hát ez sokszor olyan veszélybe sodorja ezt a vállalatot, hogy jön egy nehezebb időszak, jött a Covid-járvány például, és akkor, amikor leállították a vállalkozásokat, ugye az is egy olyan helyzet volt, ami nagyon érintette pont ezt a KKV szektort, mert hogy a legtöbb vállalatnak nincs elegendő pénzügyi erőforrása ahhoz, hogy mondjuk árbevétel nélkül 2-3 hónapot ki tudjon húzni.
Főleg egy olyan vállalat nem, ahonnan ezt a pénzt a vállalkozó felhasználta saját célokra, amihez teljesen joga van, viszont gazdasági szempontból nem ez a megfelelő eljárás. Tehát, hogy ez a vállalati kultúra, vagy vállalkozói kultúra az Romániában inkább hiányos, pont amiatt, hogy inkább azt szeretjük, ami hogyha már megtermeltük, akkor mi élvezzük, mint sem lássuk annak a hosszú távú gyümölcsét, hogy talán egy sikeres vállalkozásunk lehet. Akár ebből is kiindulva, mennyire lenne segítség a KKV-k számára az anticiklikus tevékenység bevezetése, nagyon röviden? Így van, tehát az anticiklikus állami támogatás, vagy az államnak az anticiklikus tevékenysége azt jelenteni, hogy valójában akkor, amikor a vállalati szektor, a gazdasági szektor nagyon jól működik, olyankor az állami beruházásokat egy kicsit visszafogni. Mert hogy ugye akkor az a láng, ami a gazdasági szférában van, az magától tud égni, és tud gazdasági értéket teremteni, és az államnak igazából minél kevésbé kellene beleavatkoznia a gazdasági tevékenységbe. Na de Románia ebben sem a megszokott tevékenységet folytatja, ugyanis nálunk az elmúlt időszakban, amikor az elmúlt években igenis látványos gazdasági növekedést tudott felmutatni az ország, olyankor állami beruházások is voltak, és most jött egy nehezebb időszak, egy mondhatjuk úgy, hogy egy stagnáló gazdasági helyzet, és most pedig azt olvashatjuk a hírekben, hogy az állami kassa az deficites. Na és pont most lenne arra szükség, hogy egy kicsit segítse a gazdasági szférát az állam, és hát nincs miből, úgyhogy ezt egy kicsit előre láthatóan kell okosabban tenni, hogy mondjam így, de sajnos erre nem volt példa most Romániában. Sajnos lehet a beszélgetésre szánt műsoridő, de valóban egy fél mondat erejéig egy utolsó kérdés még engedjél meg. Kezdő vállalkozónak milyen tanácsot adnál? Azt, hogy ne engedje, hogy ez a turbulens környezet lelombozza, hogy ne féljen a buktatóktól, mert hogy mindig vannak, és hogy próbálja meg saját magát fejleszteni a gazdasági tudás szempontjából, tehát végezzen el egy kurzust, távoktatáson, egyetemet, azért, hogy legyenek meg az alapvető információi arról, hogy hogyan is kell működtetni egy vállalkozást, és hogy higgyen abban az ötletben, még akkor is, hogyha nehezebben működik, nehezebb megvalósítani, azt a hitet azt tartsa meg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Az Én kis kertem rovatunkban ezúttal a gyógynövényekre fókuszálunk. Nem csak a természetben lehet ezeket gyűjtögetni, van amelyeknek a termesztéséhez is érdemes hozzáfogni, akár a kis kertünkben, vagy az ablakpárkányon, egy cserépben is. Annak ellenére, hogy a gyógynövényekről általában az jut eszünkbe, hogy az erdőben, a mezőn gyűjtögetjük őket, érdemes nekifogni a termesztésükhöz a közvetlen környezetünkben is. Vannak gyógynövények, amelyek a kiskertünkben, vagy akár az ablakpárkányunkon is megélnek, így kellő odafigyeléssel a saját magunk termesztett növények gyógyhatását is élvezhetjük. Ehhez kaptunk útmutatót a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kertészmérnöki karának a gyógynövénykertjében. Nem egy nehéz dolog, nagyon sok gyógynövénnyel egy konyhakertben megbirkózni. Gyakorlatilag ezek magukat úgymond fenntartják, nagyon sok fajunk van, amik évelő. Most itt mondhatok egy egyszerű példát, a mentafajok. Egy fodormenta, egy borsmenta problémamentesen ott lehet. Egy citromfű, de ha tovább menjek, miért ne lehetne egy kamillát, miért ne lehetne egy kasvirágot, miért ne lehetne egy levendulát, ami egyúttal nem csak hogy gyógyászati jelentőségű, hanem van egy látványérték, egy esztétikai vonal, hiszen egy levendula egy kertben nagyon szép. A Marosvásárhelyi Sapientia Egyetem gyógynövény kísérlet és tankertjében gyakran kísérleteznek a különböző gyógyhatású növények termesztésével, sokszor kutatási célból is. Az itt látható kamilla állomány például jóval szebb és nagyobb, mint amilyen a természetben szokott lenni. Ott, ahol ő szereti,
nincs bajunk vele. Például az idén rovarkártevők jelentek meg, és amikor úgy gondoltuk, hogy egy kis káliszappannal, ami csak lúgosított volna, próbáljuk őket úgymond repellens módon eltávolítani, észrevettük, hogy nem indokolt. Tehát annyira lecsökkent a populáció, hogy nem indokolt. Ismétem, ahhoz szereti, nincs vele baj. Egy olyan növény, aminek a magja, és a magja egy nagyon jelentéktelen kaszat termés, gyakorlatilag milliméteres nagyságrendés és sima köhincseléssel elrepül a tenyerünkből vagy az asztal felületről, és nyilvánvaló, hogy a magok itt ebben a zöldes-sárga csöves virágzatok helyén alakul ki. Nagyon fontos, hogy fényt igényel a csirázáshoz. Tehát ez nehogy valaki 1 centi, 2 centi, 5 centi vagy 10 centi mélyen vesse, hanem azt a kamillát, amit begyűjtött és megszállított, abból egy kis marokkal a kezébe vesz, kimegy a kertbe, és egy négyzetméterre eldörzsölve, tehát szétmozsolva elszórja, és legfeljebb egy kis hengerre, vagy hogyha nem más, akkor picit oda tesz a kisgyereket, hogy tapicskoljon végig, megtelepszik, és akkor gyakorlatilag az a foldba végig ott fog maradni a kamilla, és hogyha erre a területre jövünk, 10-15 évig is, ha csak egyszer volt itt most kamilla, még 10-15 év múlva is árvakelésként fogunk látni kamillát. Miért? Mert újra veti magát, és azon a területen megjelenik. Termesztésben hátam a 2-3 évig marad ugyanazon a területen. Annik, hogy különösebb pátyúgatást végezzek. Maradjunk az illóolajos növényeknél, elsősorban a menta nemzetségnél. Ennek itt Erdélyben legalább két eltérő faját termesztjük. Simán a háztáji kertekben, konyhakertekben megvan. Az egyik lenne ez az állomány, az úgynevezett fodormenta, és hogyha egy levelet elmorzsolunk, akkor már is a kellemes, mentolos szag mellett érzik egy apjácékre, tehát ernyős virágzatokra jellemző illat. Gyakorlatilag ebben a növényben a fő hatóanyag a karbon, ami az ernyős virágzatokra jellemző. A rokona a borsmenta, aminél látszik, hogy egy mélyebb zöld, nem ilyen fodros levelek, antóciánikus, vagyis az a lilás, rozsdás változat van. Ebben már a fő hatóanyag a mentol, ennél már az a csípős mentol illat érződik. Ezt a növényt lehet, ezt a két fajt lehet kétszer-háromszor betakarítani egy évbe. Általában az a probléma szokott lenni, hogy az állomány egy idő után annyira bedúsul, hogy az alsó levelek fényhiány stb. Miatt avortálódnak, elsárgulnak, elbarnak, lehullanak. Még ezt megelőzően jó volna levágni, és akkor így ilyen esetben háromszor lehet egy tenyiszid alatt április és október között begyűjteni, vágni. Ugyanaz a botanikai család a citromfű is, amely élvezeti teja is lehet, de nyugtató hatása miatt is használják. Ez is megél akár egy cserépben is. Nagyon divatos manapság még a levendula, amely a kiskertünk éke lehet. És akkor itt mondanám azt, hogy egy termesztő egy növényt nem csak a stricto sensu gyógyászati, már gyógynövény gyógyászati előnyeiért, hanem tágértelemben. Ez a növény egy kiváló dísznövény. Miért? Szép. Akkor is szép, amikor virágzik, akkor is szép, amikor csak a zöldes levelei vannak, akkor is szép, amikor le van szárva, nyugalmi időszakban van. Érdemes felmérni, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, akár csak néhány gyógynövény termesztésére, hiszen ezek nem csak egészségünket szolgálják, hanem környezetünket is szebbé, élőbbé varázsolják. A folytatásban kulturális programokra hívja fel a figyelmünket kolléganőm Vince Simó Franciska. Nézzük a részleteket! Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Ma szerda van, június 14-e. 1858-ban ezen a napon született Dankó Pista, magyar cigány muzsikus, nótaszerző, aki 400 önálló népies műdalt szerzett. A Nóta király kalandos élete a magyar irodalom nagyjait is megihlette, mozifilmet is alkottak róla. Ez itt a kimenő, tartsanak velem a mai kitekintőben is.
A digitalizált és erőteljes manipulációs hatásnak kitett sajtóhálózatban és közösségi médiában az igazság túlontúl relativizálódott. A viták extrém érzelmi megnyilvánulásokká silányulnak, a szélsőséges politikai eszmék szította a gyűlöletbeszéd pedig a mindennapok részévé vált. Ilyen körülmények között az értelmiségiek szerepe nehezebbé és felelősségteljesebbé is válik. Az előadás ironikus és józan megközelítésből próbálja vizsgálni Prométheusz kortárs világunkban oly aktuálisnak ható mítoszát. Prométheusz 22. június 18-án este 8 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Az 1920 és 1940 közötti korszakban a magyar színházi életterén kemény harcot folytattak az akkori politika káros hatásai ellen. A Beugrás című előadás bizonyos fokig tisztelgés e korszak színházi emléke előtt. Megidézi az akkori színház bizonyos eszközeit, a fordulatos, meglepő vagy bohózati történések dramaturgiai elemeit. A színész és néző a centrikus színrevitel kapcsán egy szándékot követnek. A Beugrás című előadás június 15-én 19 órától várja közönségét a Spektrum Színházban. Brutális őszintesség, humor, motiváció és inspiráció. Nevetés, sírás, felismerés és meghatódás. Ilyen egy igazi bóditesók előadás. Másfél óra érzelmi hullámvasút, melyet garantáljuk, hogy soha nem felejtesz majd el. Bármennyi videót megnézhetsz, az élő show erejét egyik sem tudja visszaadni. Gyere el az egyik barátoddal vagy családtagoddal, és éljétek át közösen ezt az élményt. Bóditesók június 18-án este 7 órától a Maros Művész Együttes előadó termében. Ennyi volt a mai kimenő, én pedig köszönöm, hogy velem tartottak. Ma a Véradók világnapján pedig arra biztatom önöket, hogy legyenek készek segíteni a bajban lévő embertársaikon. Kellemes napokat kívánok, viszontlátásra! Az Erdélyi Magyar Televízióban hamarosan kezdődik a híradó Lovász Ágotával. Szia Ágota, melyek a legfrissebb történések? Szervusz, Barni! Az RMDSZ kész volt a kompromisszumra, ám az utolsó egyeztetések már olyanok voltak, mintha gyakorlatilag megtervezték volna az RMDSZ kiszorítását a koalícióból, fogalmazott tegnap este Kelemen Hunor szövetségi elnök. Nem csak a miniszterek, a szövetség államtitkárai is távoznak a kormányból, jelentette be ma Cseke Attila, aki megerősítette, az RMDSZ nem fog bizalmat szavazni az új kormánynak. Mutatjuk a nap legfontosabb híreit, pontban 7-kor kezdünk, én számítok figyelmükre. Koalíció. Hosszas színjátékot követően a két nagyobb kormánypárt kiszorította az RMDSZ-t a koalícióból. Azt nem mondták, hogy nem akarnak együtt kormányozni, de addig módosítottak az ajánlatokon, míg azok elfogadhatatlanná váltak. Csolákó kabinet. Szélsőségesen populista új kormányprogramot ismertetett Marcel Csolákó szociáldemokrata pártvezér, kinevezett miniszterelnök. A választásokig ezek szerint teljesen mézzel folyó kánoán válik Romániából. Anyanyelvhasználat. Az ukrajnai nemzeti kisebbséghez tartozóknak joguk van nyelvük szabad és akadálytalan használatához, foglalt állást az ukrán kisebbségi törvénnyel kapcsolatban a Velencei Bizottság. A testület véleményezését a Kárpátaljai Magyar Érdekvédelmi Szervezet is üdvözölte. Ma este 9 órától ismét jelentkezik a Jó napot, megjöttem című műsorunk. Nézzük, hogy ezúttal kihez látogattak el kollégáink. Te hogy kerültél a néptánc varázslatos világába? Én 1996-ban fertőződtem meg. A szüleimmel egy ilyen bálon voltunk épp a nyárád mentén, amikor rájöttem arra 10 évesen, hogy én nem tudok táncolni, és azért megkértem őket, hogy engem már pedig írassanak be valahova. Ha
napot megjöttem Badics Petrával, szerdán 21 órától az Erdély Magyar Televízió műsorán. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Holnap is színes témákkal várjuk Önöket a képernyők elé, addig azonban szép estét kívánok. A viszontlátásra!